Szombathelyről többen kerékpárral indultak az idei mentőnap Horváth Zsidányi helyszínére. Néhányan, köztük a mentőszolgálat országos főigazgatója pedig futva tette meg a táv nagy részét. Az Abértó mellett tartott rövid pihenő és néhány szendvics után folytatták az utat az erdei zarándok helyre. A vasi mentők Szent Kamilt választották védőszentjükké, a Peruska Mária kegyhelyen 2012-ben állítottak neki szobrot, azóta rendszeresen járnak oda. Ezúttal ünnepelni jöttek. Magyarországon 134 éve egyesületi formában indult a mentés. Majd 73 évvel ezelőtt ez egy mentő szolgálattá formálódott, és itt a szolgálatszót szeretném kiemelni. A koronavírus járvány számos új és sokkal több feladatot adott a szolgálatnak a szokásosnál. Mi sem gondoltuk, hogy ilyen nehéz feladat vár ránk, de azt gondolom, hogy nagyon derekasan helytálltak a bajta, és nagyon büszkék vagyok arra a tevékenységre, amit végeztünk, hiszen az 1,2 millió mentési feladatunk mellett elvégeztünk ismét 1,2 millió mintavételt, és mintegy 200 ezer fertőzés gyanús vagy igazoltan koronavírus fertőzött betegnek nyújtottunk még segítséget, ami óriási teljesítmény. Azt gondolom, hogy a 73 éves mentőszolgálat megünnepli ezt itt május 10-én a mentők napján, és megérdemli ezt az ünneplést, és reméljük, hogy a következő időszakban egy kicsit nyugalmasabb időszak következik, minél jobb az átoltottság, nekünk is annál könnyebb a munkánk. A mentőnap alkalmából a régió több dolgozója vehetett át elismerést. Horváth Dezső mentőtechnikus 1988-tól dolgozik a szolgálatnál. Munkáját most Orovec Béla emlékéremmel jutalmazták. A járvány nagyon sok munkát adott, de mentősnek lenni egy nagyon jó dolog. Segíteni a bajba jutottnak, felemelő érzés, jó dolog, különös jó dolog. Köcse Tamás megyei vezető mentőtiszt 40 éve kezdte meg szolgálatát, ő Kressz Géza emlékérmet kapott. Úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, jó helyre kerültem akkor, és jó helyen maradtam. Remélem, hogy tudtam másoknak is szolgálni. Széchenyi István egy mondatát irattam a Szent Kamil szobor talapzatára 2012-ben, mint az egyik szervező, és ez így hangzik, hogy akkor élsz, ha másokért élsz. Én azt gondolom, hogy ezt magamra nézve is igaznak tarthatom. A járvány időszak nem csak a megnőtt feladatmennyiség miatt volt nehéz a szolgálat dolgozói számára. A régióban több mint 170 ezer mintát végeztünk a járvány kezdete óta. 13 ezer feletti volt a koronavírusos betegek kórházba szállítási száma, tehát az ezzel járó extra dolgok, ami alatt azt értem, hogy ugye ezekhez a betegellátásokhoz, mintavételezésekhez védőfelszerelést kellett használnunk, utána az autókat, az eszközöket fertőtleníteni, de beszélhetnék nem utolsó sorban, sőt, inkább az elejére csatlakoztatva a mentális leterheltségről is. A régió orvosigazgatója Lórántfi Mária 1989-ben lépett be a mentőszolgálathoz, meglepetésként érte, hogy a mentőnapon őt is Orovec Béla emlékéremmel jutalmazták.